A pályázat figyelő olvasói a 90-es évek közepe vége felé találkoztattak először Végvári Tamással, mint a civil házak megalakulásánál az egyik bába, aki koordinátora volt a civil házaknak, de most nem ezért vagyunk itt, és nem ezért beszélgetünk Tamással, hanem egy egészen elképesztő kalandra vállalkozik. Megkerüli Európát ezzel a kajakkal, ami most valamennyire benne van a képben, de majd közelről is megmutatjuk. És kettős oka van a dolognak, az egyik, mint egy régi civilt, aki a civil háza körül bábáskodott, kérdezzük, hogy mi történt azóta, hogy most kajakkal Európa körül. A másik pedig, hogy elmondta nekem a Tamás, hogy ő maga szerzi a támogatóit, ami hát külön érdekesség lehet az olvasóinknak, hogy a pályázatok mellett milyen más módokon lehet forrásokhoz jutni. Hogy egy kicsit az előzményekről, hogy hogyan jutott ez eszedbe ez a vállalkozás, hogy 25 000 kilométert evezel? Ezek persze csak a tervek, de ezek nem most pattantak ki a fejemből, és nem ez egy vadonatúj dolog. Mondtad az elején, hogy a civil házakkal kapcsolatban találkozhattak velem itt a nézők, olvasók. Hát igazándiból én úgy fogalmaznék, hogy a civil házak volt egy kitérő, és a kajakozás a standard, ami már régóta megy. Úgyhogy hát én azért sokfelé jártam már, volt szerencsém a világban is, tengeren is, vadvizen is. És hát egy ilyen jó nagy tervet azt már régóta dédelgettem, Kebelemben valahol legbelül. Aztán hát ez most kis teljesedett ki egy olyan formára, hogy ennek most neki lehet indulni. Azért, hogy hol mindenhol jártál, én csak azt döbbentett meg, amikor olvastam a blogodon, vagy valahol, hogy a Hornfoknál is, ami köztudottan, aki egy kicsit is, vagy földrajzból jó volt hetedikben, vagy olvasgatott ilyen hajós könyveket, hogy az egyik legrettegettebb helye a világnak, a hajósok félnek tőle, nagyon-nagyon félnek tőle. Ott hogy lehet kajakkal meglenni egyáltalán? Nem rettenetes az? Hát vannak olyan részei annak a vidéknek, ahol azért húzós a történet. Olyannyira, hogy a chilei haditengerészet egy bizonyos részen, ami benne volt a mi úti tervünkben, nem is engedett minket átmenni, hanem azt mondták, hogy jó, akkor majd ott ők fölvesznek minket egy ilyen kis naszádra, és akkor azokon a nyitott óceáni területeken átvisznek. Hát ugye tulajdonképpen mi a Magellán csatornából indultunk, és aztán a Beagle csatornába fordultunk be, és hát itt elvesztünk a tűzföldi nagysziget körül egy ilyen jó 600 kilométeres túrát. Amikor így nekikezdtél ennek, tehát eldöntötted, hogy mész Európa körül. De most bármelyiket kérdezhetném, de mondjuk ez a legfrissebb. És nekikezdtél a támogatószerzésnek, akkor hogy kell ezt csinálni? Tehát az ember azt mondja, hogy sorba veszi, hogy evezőgyártó, meg hajó, ugye így valahogy? Hogy kezdted el? Hát én azt gondolom, hogy a legelső az, hogy, és ez egyfajta, de hát aki már valahogy is csinált hasonlót, akár csak egy pályázatban is, azt pontosan kell, hogy tudja. A legelső az, hogy egy nagyon világos és nagyon tiszta koncepció legyen. Tehát ki kell találni, hogy mi legyen, hogy nézzen ki, mi legyen a, nem is azt mondom, hogy a mondani valója, hanem hogy legyen ez az egész felépítve. Mert ha az ember nincsenek világos célok, és nincsenek világosan megfogalmazott célok, akkor lehet bármilyen nagyívű az egész történet, ez nem fog átjönni, és ezt a potenciális szponzorok abban a másodpercben leveszik. Uh-huh. Ilyen koncepció, amit elkészítesz a szponzoroknak, ez a mit akarsz csinálni, hogyan akarod, mennyi pénzt kérsz tőlük, mennyi idő alatt, és miért jó ez nekik körülbelül? A klasszikus felállás, igen, tehát kiegészítve azzal, hogy ugye úgy szokták ezeket általában kezdeni, hogy ki vagyok. Ja, jó, igen, világos. Igen, ki vagyok, igen. Szalajtottak. Igen. Mit szeretnék, miért szeretném, mit kérek én tőlük, és valóban, ahogy te is mondtad, mit tudok én ezért nyújtani. Mi a következő lépés? Magának hát, hogy össze kell gyűjteni, mert elindulsz áprilisba, de hát... Így van. Na hát nyilván, hogyha a koncepció megvan, és ezek így egy kockás lapon szépen megvannak már fogalmazva, akkor jöhet az, hogy valami fajta olyan anyagot kell kézzelfogható
a kézzelfogható alatt értem azt is, hogy e-mailen elküldhető. Tehát valamilyen olyan anyagot kell készíteni, amiben ez a koncepció meg is jelenik, de jól jelenik meg. Tehát lehet gyönyörű szép a terv, lehet nagyon jó megfogalmazás, hogyha az ember csinál egy csapnivaló riszrosz anyagot, ami egyszerűen nem szép, nem hogy fogalmazzam meg, nem gusztusos, akkor megint csak lukat, öngót lőtt az ember. Tehát kell készíteni egy olyan anyagot, amin átjön az, amit szeretnék, méghozzá úgy jön át, hogy az vonzó legyen. Ez mindenképpen a következő lépés, és amikor ezek megvannak, ez az anyag is megvan, akkor utána jöhet az, hogy na akkor nézzük, hogy ki az, akit megkereshetnénk ezzel. Ezzel nyilván, ha már itt tartunk, akkor első körben nyilván az ember előveszi a ismerőseit, barátait, volt olyan kapcsolatait a cégvilágban, vagy céges világban, akikhez esetleg ilyen kérdésekkel fordulhat. Nem is csak abból a szempontból, hogy ők konkrétan tudnak-e esetleg valamilyen támogatást adni, hanem abból a szempontból is, hogy hát ha esetleg nekik vannak olyan kontaktjaik, akik érdekesek lehetnek egészen messzire. Ugye a hírekben lehet olvasni, hogy csinálják ezeket a felméréseket, hogy 2-3 kattintásra bármilyen ismerőst meg lehet találni. Igen. Hát ez valóban így is működik, tehát a világ legtávolabbi sarkában 3-4 kontakton, 3-4 kapcsolaton keresztül el lehet jutni, és egész érdekes dolgok tudnak így előkerülni, úgyhogy ezek mind fontos és érdekes dolgok. Mondd csak, hogy el tudják képzelni azok, akik nézik majd ezt az interjút, ezt a kis összeállítást, hogy hány embert kerestél meg, mire összejött az, hogy el tudsz indulni. Most akár rendben a túrában, akár nyilván vannak változások, szélsőségek, de körülbelül, tehát hogy 1, 2, 5, 10, 20... Nagyon sok, ilyen százas nagyságrend. Százas nagyságrend. Vagy még több. És ennek a nagy része abból nem lesz semmi. Hát itt is a nagy számok törvénye működik, de az biztos benne van, az nagyon-nagyon fontos, hogy én azt hiszem, azt látom, nem is hiszem, hanem azt látom, hogy a vakvilágba elküldött e-maileknek a kora, meg a vakvilágba elküldött anyagoknak a kora, az már lejár. Tehát gyakorlatilag azzal semmire nem megy az ember, hogyha így küldözget ide-oda. Tehát azt gondolom, hogy az, bár a nagyságrend ekkora, de mégis az sokkal-sokkal fontosabb, hogy nagyon rá kell arra menni, minden erőt arra kell koncentrálni, hogy valami közvetlen kapcsolat valamilyen szinten meglegyen, és ha legalább van egy név, legalább van egy telefonszám, legalább van egy konkrét ember, akit meg lehet keresni, na az már egy sokkal jobb. Amikor odáig jutsz, hogy szó visszahívnak, vagy tehát módod van személyes találkozásra, akkor hogy viselkedsz, mi a stratégia? Nyakkendőt veszel, viszed a lapátot, viszed a hajót is, vagy... Mert hogy azt mondja az irodalom, amennyire ennek van irodalma, hogy nem jó, ha az ember magának kér. Tehát azt mondják, hogy én neked könnyebben tudnék kérni valakitől támogatást, ami egyfelől érthető is, mert a támogatónak a nemet, azt úgy nem könnyező szemeknek kell mondani, de a fordítottja is igaz, hogy én azért nem ismerem annyira a te vágyaidat, tehát nem én vagyok a Végvári Tamás, tehát hogy mindkettőnk szerencséje, tehát hogy nem ismerhetek annyira, hogy én mindent be tudjak vetni, azt meg csak te tudod. Tehát ez egy ilyen mérleg, hogy lehet azt mondani, hogy szerencsés is, meg nem is, de mégis azoknak, akik sose csináltak ilyet, mert lehet, hogy az életben sokan vagyunk, mit tudsz tanácsolni, hogy fölhívták telefonon, hogy akkor jövő szerdán találkozunk, tessék eljönni és elmondani, és akkor mit viszel, még anyagot, mit mondasz, hogy viselkedsz, hogy öltözöl föl? Én azt gondolom, hogy nem, megint csak azt mondom, hogy nekem azok a tapasztalataim, hogy leges-leges legfontosabb az, hogy az ember ne akarjon más lenni. Tehát ne úgy készüljön erre az egész történetre, hogy megpróbálja kitalálni, hogy szerinte a szponzor mit akar majd tőle hallani, hanem mondja azt, amit ő gondol, hogy az jó lehet. És ez egyetlen, ami hiteles. Tehát az összes többi, ha mondjuk én nagyon szeretek polárpulóverbe szaladgálni, és én elmegyek tárgyalni öltönyben, nyakkendőben, már abban a másodpercben látszódni fog, hogy itt valami nem stimmel. Ez nem jó. Tehát
legyen az ember önmaga, vállalja föl azt, ami habitusában, megjelenésében, mindenében, céljaiban, mindenében, amit ő szeretne, és akkor hiteles lesz. És ha a szponzor azt fogja mondani, hogy nem, akkor nem azért fogja azt mondani, mert ő azt szerette volna, hogy öltönyös ember kerüljön vele szembe, hanem azért fogja azt mondani, mert ő akkor azt gondolja, hogy ez neki valamiért nem jó, vagy nem éri meg, vagy bármi egyéb. Nem azért fogja azt mondani, mert te nem öltönyben mentél. Jó, hogy ezt mondtad, hogy a szponzor miért mondja, hogy nem, de én most a másik megfordulom, miért mondja, hogy igen? Tehát miért jó a szponzornak, hogy téged támogat, aki körül hajózod el? Most konkrétan ebben, miért jó az neki? Nagyon fontos az, hogy az ember olyan cégeket próbáljon meg első körben megkeresni, amire már ő önmaga is ki tud találni valami fajta olyan kapcsolódási pontot, ahol a cégnek a termékei vagy szolgáltatásai valamilyen szinten formában kapcsolódhatnak ehhez az egész történethez. Tehát mondjuk, mit tudom, én most egy ellenpéldát mondok, nagyon nehéznek tartom, hogy mondjuk én meg tudnám győzni valamelyik pelenka gyártót, hogy támogassa ezt az expedíciót. Mert ha csak nem vinnéd két éves gyerekedet, vagy ha én megyek 40 év múlva, igen. Akkor igen, akkor van esély. De úgy egyébként, tehát ahol nincs kapcsolódási pont, ahol a terméknek vagy a szolgáltatásnak a PR-je, nem PR-ja nem kapcsolódik ehhez semmilyen formában. A tágon értelmezem, ide egy biztosító is belefér. Hát van is, tehát biztosító, szponzor, így van, pontosan, így van. Tehát ezek a történetek nagyon jó kapcsolódnak, és akkor ezeket kell első körben megkeresni, ezeket kell megpróbálni felépíteni. De esélytelen, hogyha az ember egy teljesen idegen, tehát a céltól teljesen idegen. Uh-huh. De mondd, és... Tehát miért jó ez, még mindig ott tartunk, hogy miért jó ez neki? Azért, mert azt tudja mondani, hogy lám-lám, ha a Tamásnak mi jók voltunk, aki körülhajózza Európát, akkor önnek, aki csak a Margit hídtól Bajáig akar evezni, vagy utazni, akkor önnek is jó lesz az én biztosítom? Hogy így, most van. Így van, nagyjából az is, ez mindenre igaz. Tehát azokra, akik a felszereléseket biztosítják, a műholdas kommunikációt, bármi egyebet, vagy valamilyen élelmiszert, vagy valamilyen egyéb kellékét ennek az egész expedíciónak, ezekre mindig az. Uh-huh. Ők azt szeretnék, és azt várják, és nekik ebben az a jó, az lesz a jó, meg az már most is a jó, hogy gyakorlatilag az ő felszereléseik megjelennek egy ilyen történeten, és igazándiból itt is megint a hitelesség, tehát ha az ember átesik a ló túlsó oldalára, és mondjuk egy hajóról vagy egy sátorról ömlengően kezd el nyilatkozni, és azt mondja, hogy ennél jobb nem létezik, az megint vissza fog ütni, és nem jó, az sem jó a szponzornak. Tehát azt kell mondani, tisztességesen el kell mondani, hogy mi a helyzet, és akkor nincs semmi baj, akkor rendben van. Kellett ilyen filmekbe, vagy valamilyen módon részt venned, ahol dicséred, az úgy értem, hogy a realitás. Nyilván te nem véletlenül választod mondjuk ezt a hajót. Így van, így van. Tehát azért választod, mert azt gondolod erről a hajóról, hogy ez kibír legalább az első etap végéig, kibírja a strapát. Tehát eleve már rossz hajó nem lehet, azt már föltételezem, tehát ha én azt hallom, anélkül, hogy ismernélek téged, hogy valaki nekivágott Európa körül egy XY márkájú hajóval, akkor azt gondolom, hogy na az a hajó olyan nagyon rossz nem lehet. De már eleve is, tehát hogy mondjam, tehát ez most az én oldalamról nézve nem őrült meg az ember, tehát egy rossz minőségű, hibás, erre a célra alkalmatlan felszerelése nem indul neki. Hát igen, saját, a sarokról is. Saját magát, saját igen. Biztonságát és minden egyebét kockáztatja, hogy az expedíció sikeré. Úgyhogy nyilvánvaló, hogy olyan felszereléseket kell itt összegyűjteni, és úgy kell neki indulni, hogy az esély a sikerre meglegyen. De előfordulhat, hogy azt mondja egy szponzor, hogy akkor szeretném, hogyha egy olyan filmünkben, amikor reklámozzuk a termékünket, mondjuk, ön is megszólaljon, vagy mondanak ilyet? Eddig még nem történt ilyen, de ez, tehát a, hogy mondjam, amit látok, aha, hogy működnek ezek a dolgok, hát ez abszolút minden nap. Világos. Térjünk oda-vissza, hogy, mert szerintem ott van a kulcs, amikor találkozik az ember azzal, akitől a pénzt reméli, és már mondtad, hogy ha polár pulcsiba szeretünk lenni, akkor lehet, hogy nem menjünk Armani öltönybe, mert abból baj lesz. De mégis, tehát hogy ezt a hely, hogy viselkedsz ott, hogy
ugye ott azért neked meg kell győzni őt most időt, tehát nyilván nem presszionálni, de hát el kell érni, azért mentél oda, hogy ő adjon hajót, pénzt, vagy ennivalót, vagy fényképezőgépet, tök mindegy. Hát itt én csak vissza tudok kanyarodni arra, amiről már beszéltünk, tehát meg kell lenni az ember fejében a koncepciónak, és ezt határozottan és önmagát adva kell közvetítenie. Tehát úgy elmenni valahova tárgyalni, hogy az ember nem tudja, hogy mit szeretne, és nem készül fel arra, hogy mert nyilván ugye a másik fél az ördög ügyvédjét fogja játszani, és neki azok a kérdései lesznek, amitől te a legjobban félsz, idézőjelbe véve, ezekre is fel kell készülni. Tehát nem lehet úgy oda menni, hogy hát majd kérdeznek, aztán majd kivágom magam. Nem, végig kell előtte gondolni, hogy na, ha olyat kérdeznek, ami húzós, amit én is billegősnek érzek, akkor arra mit fogok mondani, hogy fogok ezekre reagálni, hogy fogom ezeket a kérdéseket lekezelni. Tehát fejben nagyon jó fel kell készülni egy ilyen tárgyalásra. Egy kicsit beszéljünk az útról. Amikor én először megnéztem ezt a térképet, akkor gondoltam, hogy a nagy dolog nem lehet, tehát a part mellett evezgetsz, ugyan nagyon sokat, de hát ott nézed a csajokat, meg fröcskölödőket, minden, csak ez egy ilyen kellemes evezés. Aztán amikor egy kicsit belemélyedtünk ebbe a dologba, akkor rá kellett döbbenjek, hogy hát ez nem egészen egy ilyen kellemes evezés. Ez a teljes út, ez tulajdonképpen 4 szakaszra, 4 évre van felosztva, és majdnem, hogy négy teljesen különböző karakterű szakasz. Tehát ugye az első, és én legszívesebben most az első évről beszélek, mert már az első év is akkora, hogy én bevallom őszintén, hogy felelőtlenségnek tartom, hogy majd az, hogy mi lesz 3 év múlva Norvégiában, erről most beszélni, mikor még itt állunk a Dunaparton Budapesten. Úgyhogy tehát az első év az tulajdonképpen egy, ha úgy tetszik, ez lesz a legkönnyebb szakasz, egy bemelegítés, a könnyűt persze idézőjelbe kell tenni. Ez is 7000 kilométer. Hát a legnagyobb feladat ebben az, hogy ezt a 7000 kilométert ezt le kell kajakozni. Ezt le kell levezni, tetszik, nem tetszik. Itt még folyik egy kicsit a Duna, de már a Vaskapu után nem nagyon. Vaskapu ugye, amit a regényben, a Jókai regényben olvashattunk, aki a kötelező olvasmányokat szerette, igen, ami most egy nagy erőmű. Sziklák, meg erőmű. Hát akkor még a Kazánszorosról, meg a Senki szigetéről olvashattunk, aztán utána építették fel nyilvánvalóan ezt a két erőművet és gátat. Na, tehát az a lényeg, hogy ezt le kell levezni. A tenger az azért nem Duna. Tehát a tenger az mindig tenger, akkor is tenger, ha szép, meg akkor is tenger, hogyha... Ha a szélén, mennyire mész a szélén? Tehát... Hát ez nagyon attól függ, hogy milyen a part. Aha. Tehát ha egy part felé fúj a szél, és egy lapos, homokos part van, és a parttól 3-400 méterre már elkezdődik a hullámtörés, akkor nyilván fél kilométerre kell levezni a parttól. Aha, világos. Ha szabdalt a part, és lehetőség van arra, mondjuk a Várnai öbölben, hogy 12 kilométert átvágjon az ember, akkor egy 12 kilométeres átkelést kell csinálni, és akkor át kell rajta vágni. Most már majd, de ez az se a nyílt tenger még. Tehát... Nem nyílt tenger. De azért már... Azért azt kell tudni, hogy magán a tengeren egy 40-50 kilométernél többet én nem fog tudni egy egész napos evezésre sem menni. Hát nagyjából én ezt a távot lőttem be magamnak. Nem lehet eltávolodni a parttól abból a szempontból sem, hogy én a parton kell, hogy aludjak, ki kell kötnöm, nem fogok tudni egész nap folyamatosan a hajóban ülni, tehát napközben is, ha mód is lehetőség van rá, akkor mindenképpen szeretnék kiszállni. Úgyhogy hát ezek nyilván itt vannak. Ezek a tengeri kajakozásnak az abszolút általános feltételei, vagy milyenségei. Ez gyakorlatilag így csinálja mindenki. Egy ekkora herkentyű, ez nem való, tehát hogy mondjam, ez nem a nyílt tengerre való. Tehát a nyílt tengeren egy nagy hajó is komoly bajba tud kerülni. A tengeri kajakozás arról szól, hogy ha jó idő van, akkor mehetsz. Ha nincs jó idő, akkor meg maradj a parton, mert nagyon nagy baj lesz. Úgyhogy hát erről szól ez a történet. Te mondd, a magányt hogy lehet bírni? Lesz itt városnézés is? Tehát mondjuk Belgrádban megnézed a várat, vagy... Nem nagyon hiszem, hogy ilyenre lesz lehetőség. Két okból az egyik ok az, hogy menni kell, tehát nagyon szédelegni nem lesz nekem időm. A másik dolog pedig az, hogy hát mivel egyedül megyek, ezért a felszerelést, a hajót, azt hát a legritkább esetben fogom tudni biztonságos helyen ott hagyni.
úgyhogy itt a beszerzésekkel is lesznek majd. Ezt éppen kérdezni akartam, gondok. Hogy valahogy a faluba föl kell menni kenyérre. Igen, tehát ez majd egy érdekes kérdés lesz, ezt is így egy kicsit majd meg kell logisztikázni, hogy tudom én ezt megoldani, mert mondjuk az elég kellemetlen lenne, hogyha valahol a Dunadelta környékén egyszer csak arra érnék vissza, hogy nincs hajóm, meg nincs felszerelésem. Uh-huh. Tehát ilyenre nem nagyon lesz se időm, se lehetőségem, páros nézek. Hogy a felszerelést mondtad, azért szerintem az is mindenkit izgat, mint hogy engem is nem vagyok ilyen hosszú távú kajakos, hogy mi a felszerelés? Hajó az világos, sátor világos, evező világos, bár az is olyan furcsa. Hát azt, ha megmutatnád, azt megköszönném, mert ez ilyen nagyon hát érdekes. Ez egy saját gyártmányú verkentyű, de... Elején még azt terveztem, hogy ezzel fogok nekiindulni a dolognak az utóbbi időben. Én már csak ezekkel a lapátokkal vettem, ezeket én készítettem. Tehát ilyeneket inkább úgy mondom, én készítek. De aztán, amikor megkaptam ezt az új hajót, akkor kipróbálgattam többféle lapáttal, és úgy tűnt, hogy a hagyományos, már ez a hagyományos, csak én most inkább azt mondom, hogy a hétköznapi, amivel itt mellettünk elhúznak, igen. Így van. Tehát a hagyományos klasszikus formájukat, nálunk klasszikusan használt lapát formával jobban meg lehet ezt a hajót hajtani. Uh-huh. Úgyhogy most gyakorlatilag megint csak egy támogatótól ilyen lapátokat fogok kapni, amit viszel tartalék lapátot is? Természetesen, persze, uh-huh. az szinte, nem szinte, az kötelező. Világos. Tehát akkor van egy hajó, egy sátor, nyilván ilyen derékkajak, polifomok, ahogy mi mondjuk itten, és akkor két lapát. Mi még? Szinte semmiben nem különbözik egy hétköznapi túrától, tehát ugyanazokat kell vinni. Főzni kell, aludni kell. Aha. Ha de egy kicsit esül, többet akkor, mindenből. Akkor be kell vagy... vinni. Nem nagyon ja, nem fér el. Bele. Aha. Nem nagyon aha. fér el több, tehát nem. Jó, inkább azt mondom, jól meg kell válogatni. Ami egy kicsit különlegesség, meg ami más, hogy azért én elég sok technikai dolgot fogok vinni azért, hogy meg tudjam örökíteni az utat. Tehát ugye fényképezőgép, kamera, ahhoz, hogy ezeknek az akkumulátorait lehessen használni, tölteni kell, ahhoz akkor napelemet is kell vinni, hogy az ember mellett közben ezeket fel tudja tölteni, hogy akkor kell kommunikálni, haza kell küldeni a híreket, ha mód is lehetőség van rá, fényképeket, mindenféle olyan tengeri herkentyűt kell az embernek magával vinni, ami vészhelyzetben alkalmas uh-huh. a műholdas kommunikációra. Tehát ezek tulajdonképpen, amik egy kicsit talán plusz vagy több, de egyébként csak maximum a felszerelések minőségében van különbség, mert én azért eléggé rá vagyok arra szorítva a táv miatt, meg a hely szűke miatt, meg az idő hossza miatt, hogy hát ha mód is lehetőség van rá, akkor mindenből a legjobbat vigyem magammal. Április elején indulsz, ha jól tudom, ez nem a közepén. És mikor lesz az első, mikor találkozhatunk veled úgy, hogy küldesz anyagot, és tehát mi a következő olyan lépés, amikor már anyagot küldesz, amikor már úgy benne vagy a dologban? Én azt tervezem, hogy ha nem is napi szinten, de két-három naponta biztos, hogy uh-huh. valami anyagot haza fogok küldeni. Itthon van segítségem, aki kezeli a honlapot, a Facebook oldalt, tehát oda ezek a képek, információk, ezek mind fel fognak kerülni. A pozíciómat ide igyekszem minden nap haza küldeni, tehát ez megint csak a honlapon, ugye a Google térképben minden nap lehet látni, hogy éppen. Tehát igyekszem minél gyakrabban kommunikálni, és minél gyakrabban haza küldeni azt, hogy mi történik velem, milyen kalandokban volt részem, uh-huh. hogy alakul uh-huh. az egész expedíció. Én hogy érzem magam, nekem mik a hasfájásaim. Uh-huh. Hát, ha azt mondom, hogy jó utat, akkor ez így rendben van? Tökéletes. Tamás, tökéletes. Nagyon jó utat, és remélem, hogy akik nézik ezt, azok is érdeklődve várják majd a további fejleményeket. Köszönöm. Én is köszönöm.